Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Cambium PTP 670-nek a teljesítménytesztjét. Ez a termék teljesen különbözik az eddig letesztelt termékektől, mivel ez FPGA alapú, így kis csomagméret esetén is elég nagy áteresztő képességgel rendelkezik. Az eszközön két darab NS csatlakozó található, két darab rezes gigabites port, illetve egy darab SFP port. Továbbá a csomagolás része még egy darab tömbszelence. A csomaghoz nem jár tápegység, de az eszköz 55 volt 1,4 amperről üzemel. A tesztünket egy majdnem 12 kilométeres szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor nézzük a PTP 670-nek a teljesítménytesztjét 45 MHz-en laborkörülmények között. Az X-Fold műszer segítségével 68-as csomag méretnél 281x288 megabit per szekundumot, 512-es csomag méretnél 231x232 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomag méretnél 222x231 megabit per szekundumot mértünk. MikroTik Speedtest segítségével 0,8 millisekundumos ping időt mértünk, a TCP downloadunk 376, az uploadunk 374 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 380, míg az uploadunk 384 megabit per szekundum lett. Akkor nézzük, hogyan teljesít az eszköz zavart környezetben. A Cambium PTP 670-nel aszimmetrikus jelszintet sikerült elérnünk. Egyik oldalt mínusz 51, a másik oldalt mínusz 58-at mutatott magáról az eszköz. Akkor nézzük az eredményeket 40 MHz-en. Belső speedtest hiányában nézzük először az X-Fo-t. X-Fo 68-as csomag mérettel 293x56 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 220x60 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomag mérettel 168x96 megabit per szekundumot mutatott. A MikroTik Speedtest 0,7 millisekundumot mért, a TCP download 284, míg az upload 237 megabit per szekundum lett, az UDP download 272, míg az upload 217 megabit per szekundum lett. A berendezés maximum 45 MHz-es csatorna szélességben képes működni, lássuk ezeket az eredményeket. Az X-Fo 68-as csomag mérettel 207x168 megabit per szekundumot mutatott, 512-es csomag mérettel 190x118 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomag mérettel 121x138 megabit per szekundumot mértünk. A MikroTik Speedtest segítségével 0,5 millisekundumos ping időt kaptunk, a TCP downloadunk 316, az uploadunk 193 megabit per szekundum lett, míg az UDP downloadunk 312x198 megabit per szekundum lett. Ez volt a Cambium PTP 670-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentbe, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!